Kedves nézőink, a Románia Csillaga Érdemrend Becsület Bírósága Kelemen Hunor kitüntetésének a visszavonását javasolja. A végső döntést Klaus Johannis államfőnek kell meghoznia. Az RMDSZ elnöke 2000-ben kapta meg a kitüntetést a román-magyar kulturális együttélés előmozdításáért. Az érdemrend visszavonását arra hivatkozva javasolja most a Becsületbíróság, hogy idézek, Kelemen Hunor kijelentései nem tartották tiszteletben a többség nemzeti ünnepét. Mint ismert, az RMDSZ elnöke egy lapinterjúban azt mondta, a románságnak el kell fogadnia, hogy mi, az erdélyi magyarság, nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at. A szövetségi elnök közleményben reagált a Becsületbíróság döntésére, ebből idézünk, a demokrácia alapvető ismérvei közé tartozik például az is, hogy az ember akkor ünnepel, amikor kedve tartja, hogy kimondhatja azt, amit gondol. Az érdemrend visszavonásával azt is üzenik, hogy Romániában ma korlátozzák a szólásszabadságot, mondja Kelemen Hunor. Hadd említsük meg, hogy a Románia Csillaga Érdemrend Becsületbírósága többnyire szociáldemokrata párti politikusokból áll. A testület tagja Mircea Joana, Gabriela Firea, Ekaterina Andronescu, továbbá Costin Georgescu, a román hírszerző szolgálat volt igazgatója, vagy Constantin Degeratu tábornok, a hadsereg volt vezérkari főnöke. Ez a testület javasolta korábban Tőkés László kitüntetésének a megvonását is.